Nos, rácok, ismét egy unboxing. Bosch Easy Hatchcut 18W52-13. 18W az azt jelenti, hogy 18 voltos. Az 52 az azt jelenti, hogy 52 cm a vágási pengehossz. A 13 meg finga nincs, hogy mit jelent. Néztem sokféle modellt, van egy régi ilyen berendezésem. Mondjuk leginkább azért néztem sokféle ilyen modellt, mert mutatom, hogy hogy néz ki a sövény. Tehát ennek így elég erősen neki kell állnom. És van egy ilyen régi eszközöm, hát ami már eléggé a végét járja, tehát már inkább tép, mint vág, és ez látszik is, mert azért néha vannak ilyen elszáradt cuccok, nem kevés. Ez még a tavainak az eredménye, hogy ez már nem vágja el rendesen, hanem itt szaggatja. És ugye, ahol nem sikerül ezt rendesen szétvágnia, ott fennmarad az ág, csak éppen kiszárad. Szóval, hogy gondoltam, veszek egy újat, és ez most egész jó akciós áron volt, ennél a Prima Web, vagy Prima Net, majd kiírom a képre, hogy kinél vettem, biztos életben nem hallottam még róluk, de valami 1000 éve működő webáruház, valami 97 óta, vagy nem tudom, szóval nem ma kezdték. És úgy gondoltam, hogy most próbálok egy akusat. Ugye ezek a hálózatról működőknek nyilván jobb a teljesítmény, és mindenki egy kicsit tart az akus cuccoktól, de úgy voltam, hogy most azért teszek egy próbát. És ugye Bosch is, meg mindenki más már arra törekszik, vagy konkrétan megvalósította, hogy van egy akud, és az kb. Az összes eszközön tudod használni. Szóval nagyjából igyekeznek arra forszolni az embert, hogy kötelező, hogy el egy márka mellett, és akkor, hogyha mindenből Boschod van, vagy mindenből mit tudom, bármi más, akkor ilyen csereszavatos az akku. Néztem egy másikat, az azt hiszem, nem fog eszembe jutni a neve, az a piros, majd kiírom a képre. Az is tök jó volt, az a baj, hogy az volt vagy 4-5 kiló, vagy 4,5, vagy 4,7, vagy valami ilyesmi. És igazából a pengehosszokat néztem még, ez 52 centi, az meg 72 volt, de azt úgy ítéltem már meg, hogy rohadt hosszú. Egy ilyen mérőszalaggal csináltam egy tesztet, hogy azt szerintem már nekem inkább akadály lenne, mint sem előny. Tehát az 52 centi, ez szerintem kb. Ideális, úgyhogy majd mindjárt neki is esek. Ja, meg még súly, ugye. Ahogy ezt hazahoztam, kedves feleségem egyből kérdezte, hogy nem lesz ez túl nehéz. És így fölemeltem, és így mutattam neki, hogy hát ez így doboz, meg akku, meg töltő, meg minden, és mondta, hogy jó, hát az oké, hogy nagyon erős vagy, de attól még nem nagyon nehéz. Mondom, 2,7 kg. Tehát a másikkal az is problémám volt, hogy mondom, viszonylag nehéz volt, ezt így az ember félkézzel fölemeli úgy, hogy benne van a töltő is, meg az akku is. Ja, és amire még nagyon figyeljünk, ez most akciósan 38 000 forint bruttó volt, közben elkezdem kinyitni. Szóval, hogy ez most akciósan 38 bruttó volt, most visszanéztem, most már még olcsóbb, most már 36 bruttó, majd belinkelem, azt hiszem 25 napig tart az akció. Amire érdemes figyelni, hogy ha gyanúsan olcsó, 20 000, akkor az nem azért van, mert csaló a webáruház, hanem mert az akku nélkül van. Tehát elég sokszor olyan eszközt látni, hogy akku és töltő nélkül. Ez nem csalás, meg nem átverés, hanem lehet, hogy valakinek már van, ugye pont amit az előbb mondtam, hogy valakinek már van Bosch akkúja, több is akár a különböző eszközeihez, meg töltője is, tehát igazából neki van egy szükség akkúra, mert van 1, 2, 3, és azért ő csak az eszközt szeretné megvásárolni. Úgyhogy 800 papír, nem azért vettem Bosch-t, mert valamilyen márka fankretén vagyok, mert azt hiszem, korábbi azon teljesen no-name volt, ezt nem is vettem, hanem kaptam ajándékba, és már belekilóg, hanem most így árérték arányban ez tűnt a legjobbnak. Természetesen nem csak egy unboxing lesz, hanem be is fogom mutatni használat közben, mert abszolút szükség van rá. Én szerintem ez nekem olyan ideális méret. Itt ugye ráfogsz fölül, itt is van egy nyomóka, azt is meg kell nyomnod, meg még ezt itt is meg kell nyomnod. Tehát azért úgy viszonylag nehéz levágni a kezedet, mert biztosít arról a Bosch, meg hát a legtöbb ilyen ugye, hogy egyszerre muszáj egy két helyen fogni. Tehát nincs az, hogy itt nyomod, és akkor ott meg ledarálja az ujjad. Na nézzük az egyebeket. Az egyebek az nem túl sok minden, az lesz még egy töltő, meg egy akku. Ez egy akku, ez egy 2 amperórás. Úgy láttam, hogy ez egy olyan, hát használat függvényében, meg terhelés függvényében, de olyan azt hiszem 70 és 90 perc közötti használatot garantálnak, vagy ígérnek, és ez pedig egy töltő hozzá, és ennyi, de nem USB-C-s végre, hanem hálózati adapteres. Most fel fogom tölteni, erről nem fogok kitenni statisztikát, mert ez nem mérvadó, nem tudom mennyi van az akkun, bár le tudjuk ellenőrizni, közben megzabál egy darázs. Hát nincs sok, úgyhogy ezt fel kell tölteni. Van egy ilyen kis tesztlámpánk, de azért teszteljünk egyet, hogy
beröffene. Ugye ezt csak így felrakjuk, ez kb. Mindegyik ilyen. Nézzünk egy első indítást. Hát ez jelenleg nem tűnik túl erőteljesnek ezzel a kb. Nulla akkuval. Viszont ami még tetszik, és amit még mondtak az ilyenekről, hogy relatív elég halkak. Tehát ugye vannak benzines verziók, amik brutális zajosak, de ez még az elektromoshoz képest is jóval halkabb. Úgyhogy bízom benne, hogy ez ilyen szomszéd kompatibilis. Jó, hát és akkor ezt fel fogom tölteni csumára, ki fogom próbálni, le fogom tesztelni, el fogom mondani, hogy tényleg körülbelül mennyit bírt, mennyire tűnik erősnek, meg hogy mennyi idő az akku feltöltés, és mennyi idő alatt merül le. Úgyhogy most egy ilyet szereztünk be, ez egy hát olcsóbb verziónak számít, 38 bruttó volt, mondom most 36, úgyhogy, de egyébként szerintem ez egy általános felhasználása, egy tök oké darab. Na mindjárt visszatérünk a teszttel. No, hát az akku az elég gyorsan feltöltött. Nem tudom mennyire volt lemerülve, tehát ezért sem mérvadó ez most olyan nagyon. És egy gyors számítás szerint, hát durván egy olyan 80 méteren van nekünk kb. Sövény. És hát mivel nem olyan nagyon volt ez erőtesen vágva, ez 4 méter magas legalább, tehát az 320 négyzetméter, ha minden igaz, csak még reggel van és a fejem is fáj. És ez elvileg 170 négyzetmétert ígér ez a cucc, tehát hogyha minden igaz, akkor egy feltöltéssel nem tudom ezt megoldani, csak kettővel. Nem is biztos, hogy baj, mert mire 170 négyzetmétert levágok, amúgy lehet, hogy pihennék egy másfél-két órát, amíg újra feltölt az akku, aztán lehet folytatni. Úgyhogy nekiesek, aztán meglátjuk, meddig jutok, meddig bírja az akku, meg meddig bírom én. Na, hát akkor helyezzük fel a cuccost. Dobjuk el a védőszajlét, aztán nézzük. Amit még olvastunk róla egyébként közben, hogy, illetve előtte, hogy elvileg elakadás gátló rendszer van benne, tehát hogyha ő megakadna, akkor elkezdi visszafelé járatni a fogakat, hogy ne akadjon el, és akkor ez újra tovább tud menni, hát vág. Nem azt mondom, hogy leszakad a fejem az erőtől, de vág. Egyébként ezt meg tudnám erősíteni, hogy szerintem rohadt halk. Tehát, hogy semmiképp nem gondolom zajosnak, és hát így pillanatok alatt azért már ennyit sikerült levágni. Szerintem ez a leeszeszög az ember, meg egyébként mindenképp kényelmes, hogy nem kellene a hosszabbító, meg előveszed, meg bedugod, meg bármi. A lényeg az, hogy az akku mindig föl legyen töltve, rácsattintasz, az kész, azt vágsz egy órát, az kész. Aztán majd folytatod. Mutatom az eredményt. Hát nagyságrendileg tényleg az sikerült produkálni, amire számítani lehetett. Tehát úgy körülbelül a munka felét tudtam megcsinálni vele. Mármint a teljes területnek a felét. Majd vegyes érzelmény vannak kicsit ezzel kapcsolatosan, mert igazából az, hát nem fogok hazudni, érződik, hogy messze nem olyan erős, mint mondjuk egy benzines lenne, vagy egy hálózati áramról működő. Viszont ennek ellenére teszi a dolgát, és működik, és vág. Kicsit olyan folyamatosan az érzés közben, mint hogyha készülne megdögleni, és leállni, és elpusztulni. Viszont ennek ellenére vág folyamatosan. Tehát itt van, hogy mennyit sikerült levágni, és hát ugye látszódik, hogy meddig értem föl, mert onnantól jobban kiáll, ameddig nem sikerült levágni. Szóval kicsit olyan a hangja, olyan az egésznek a feelingje, mint a folyamatosan készülne megdögleni.
és erőlködne, de egyébként halad és vág. Előnyire lehet mondani mindenképpen, hogy kicsi, könnyű, gyorsan tudsz vele haladni, tehát ha fel van töltve az akku, akkor bármikor felkapod és mész, nem kell a rohadt hosszabbítóval bajlódni. Ez cirka az egyik leggyengébb modell, és cirka az egyik legkisebb akku. Tehát azért az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy egy olcsóbb modellt választottam. Mindenképpen azért azt mondanám, hogy ez otthoni felhasználás, tehát mondjuk nem ipari célú, és mondjuk egy kanadai favágó szerintem ne ezt vásárolja. Tehát nem azt mondom, hogy letépi a fejemet az energia, de azért működik és tudsz vele haladni, illetve hát ezt csak így halkan súgnám meg, hogy azért férfi társaimnak egy olyan adalék, hogy hát mondjuk ez bír egy olyan 1-1,5 órát ez a cucc, és ha mondjuk nincs kedved kint rohadni egész nap a kertbe szombaton, hanem menné bepihízni, akkor ideális, hogy jaj, hát lemerült, sajnos, nem tudok, most itt repülő épp fölöttem, ez remélem nem túl hangos. Szóval, hogy egy 1,5 órát tudunk vele haladni, és hát aztán sajnos lemerült az akku, és tölteni kell, és hát 2 óra múlva már nincs kedvem kijönni újra, amikor újra feltöltött. Úgyhogy mondom, vegyes érzelmeim vannak, tehát nem fogom széthájpolni, hogy úristen a világ legjobb terméke, közepesen erősnek mondanám, ellátja a feladatát, meg tudod vele csinálni, korrekten halad, vág és nem tép és nem szaggat, de nem érzed azért benne azt az erőt, mint egy akár benzines, akár egy hálózati áramra működő elektromos társával, és hát körülbelül tényleg azt sikerül vállalni, amit mond, hogy a munka felét, mármint egy olyan 320 négyzetméter felületet számoltam ki, annak kb. A felét sikerült vele ledorálni, és hát szegényke lemerült. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok tovább dolgozni, mutatom, hogy rányomok, és hát most egyet mutat, az előbb egyet sem mutatott, úgyhogy még bekapcsolna, de hát töltöm. Úgyhogy jó pofa egyébként ez. Szerintem azért, aki kicsit az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy azért szerintem nálam az átlagos ágvastagság az nagyobb, mint amit ő vállal. Tehát ez a 12 mm, azt hiszem, hogy 15 mm. Voltak itt azért alul vastagabb ágak is. Szóval lehet, hogy egy kicsit fölé kellett volna vásárolnom, de szerintem egy évben fogom egyszer vagy max. Kétszer használni, néhány órát kibírom. Tehát azért nem akartam én most egy ilyen 150 ezer forintos makitát. Ez nekem teljesen elég lesz. Úgyhogy ennyi. Semmi kiemelkedő, de célnak megfelel. Álljon neki mindenki felkészülni az őszre. Ja, egyébként tudom, hogy ezt is tavasszal kellett volna. És nem ősszel. Csak hát ezeket nem olyan szívesen csinálja az ember, de most már muszáj. Na hát ennyi volt ez a Bosch. Ide letesszük, hogy ilyen nagyon látványos legyen. Bosch akkumulátoros sövényvágónak a kicsomagolása és gyors tesztje.